Itt. Nagyon örülök, hogy ilyen gyönyörű időnk van, és hogy ilyen sokan jöttek el. Amikor Tanka Laci barátom 2011-ben megkeresett azzal, hogy gondoltak egy nagyot, és a Panoráma Világklub keretein belül kellene alkotni egy olyan pontot, ahova a világ magyarsága össze tud gyűlni. Évente legalább egyszer, de hogyha csak külön-külön jönnek, akkor is legyen egy olyan pont, ahol, ha úgy gondolja, akár egy gyertyaszálat is meggyújthat, elégedhet, és érezze, hogy itthon, megint itthon van. A művet úgy próbáltam megkomponálni, a szimbolikát úgy összeállítani, hogy benne legyen a magyarság lényege, a tulipán. Ez a szimbólum fejezi ki legjobban szerintem a magyarságot, hisz több évezred óta fellelhetők a kiásott sírokban a tulipán motívum, a székelykapukon meg lehet találni őket, és ez volt a kiinduló pont. A tojás formát azért választottam, mert a művészetben a tojás az élet szimbóluma. Tehát az élet vegye körül ezt a tulipánt. A tulipánnak a levelei ölelik körbe, de azt hiszem már az elnök úr el is mondta, körbe ölelik a földgolyót, amivel a világmagyarságát akartam szimbolizálni, és a tulipán hagymába rejtettük el a Nagy Magyarországot, benne a Kis Magyarország, de úgy helyeztem el, hogy a történelmi tudásaink szerint Szkítiából jöttek őseink, ha igaz, László Gyula bácsinak a mondása, meg a kutatása, és oda helyeztem el, körülbelül arra a földgömbben, arra a részre helyeztem el a hagymát. Tehát, hogy onnan eredünk. A tulipán maga pedig a tojással, a Szent Istváni kettős kereszttel kapcsolódik. Hát ennyit röviden erről, és a lényeg az, hogy nagyon szeretném, hogyha 50 év múlva én itt lennék, és segíthetnék annak a kiskőnek, ott alul látszik a háromszög, ahol be van építve, annak a kibontása, de ami biztos-biztos, az unokám itt volt, amikor helyeztük el, és úgyhogy valaki csak lesz a családból. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.